Sziasztok! Érkezett pár új hír a 0.12-es patch-ről, de még mielőtt belevágnánk, beszéljünk az új Battle Eye-ról, ami megérkezett a játékba. Ezzel kapcsolatban szeretnék egy tévhitet eloszlatni, miszerint bant kaphatsz a Richédért. Ez nem igaz, maximum az OpenGL-es Richéd nem indul el. Valamint még azt hozzátenném, hogy a jelenlegi Battle Eye az tesztfázis alatt van. A videó végén kitérek a két új statikus fegyverre és kicsit részletesebben. Na de akkor kezdjünk bele! Új infók a patchről. Az új engine migrációja kész, jelen helyzetben már csak finomítgatják, optimalizálják és a hibás dolgokat javítgatják. Hideout, azaz a búvóhely is már kész van, utolsó dolgokat pakolgatják bele és csiszolgatják. Millbase, azaz az új pálya is teljesen kész, már csak az utolsó simítások vannak hátra. A két statikus fegyverből a Kort az kész, az AGS az pedig még fejlesztés alatt. A karakterruhák kész vannak, valamint a fegyverépítési rendszer szintén kész van, jelen helyzetben még csiszolgatják az új Tradert, de az is bekerült, valamint a hozzátartozó questjeit. A két új boss szintén kész van, az egyiket ugyebár kapjuk Woodsra, a másikat Millbase-re, a hozzátartozó őröket pedig még csiszolgatják. Távoli fű textúra eltűnést úgy néz ki megoldották, karakterünk külső animációja kapott egy új feljavítást, valamint kaptunk egy új robbanás effektet. A patchet házon belül tesztelik, valamint keresik az új bugokat és próbálják javítani őket. A statikus fegyverek. Mint azt tudjuk, elsőnek kétféle statikus fegyver fog érkezni, az egyik a Kord, a másik az AGS. Na de mi is az a statikus fegyver? A statikus fegyverek egy fixen letelepített fegyver, amit nem tudunk magunkkal vinni. Tehát maximum lőszert kell bele vinnünk, és így tudunk vele harcolni. A Kord. A Kord az egy 12,7 mm-es géppuska, valódi vakolatszaggató, igazából nem is, mert simán átlövi a téglafalat is. Ezt egyébként könnyű páncélozott járművek ellen, alacsonyan szálló repülőgépek, valamint ellenséges fedezékek szétrombolására tervezték. Ha egy ilyen beszakítja a melledet, ott vége a bulinak. A lövedék kezdősebessége 820 és valahol 860 méter per szekundum között van, hatásos lőtávolsága 2000 méter, súlya körülbelül 25 kg, valamint elméleti tűzgyorsasága 650 per 750 lövés per perc. Gyárilag nyílt irányzékos, de szerelhető fel rá optika. A géppuska amúgy heveder adagolású. Itt megjegyzem, hogy a BSG már kiadott egy olyan képet, amin ez a heveder adagolású hátizsák látható. Az AGS. Az AGS az egy 30 mm-es automata gránátvető, leginkább a gyalogságok támogatására használják, valamint az ellenség megfékezésére. Alapvetően nyílt irányzékkal gyártják a fegyvert, de szerelhető rá egy 2,7-szeres irányzék. Oldalt látható egy heveder dob, amiben 29 darab 30 mm-es gránát van, valamint a fegyverrel együtt a súlya 30 kg. Töltött heveder tár 14 kg-os. Érdekesség, hogy a függőleges irányzáshoz használt tengely a háromlábú állvány része, nem pedig a fegyveré, valamint az, hogy az elsütéshez egy jobb oldalon lévő kart használnak. A fegyver tűzgyorsasága 400 lövés per perc, a hatásos lőtávolsága 800 méter, a maximális lőtávolsága pedig 1700 méter. Ennyi volt srácok, köszönöm a figyelmet, dobjatok egy lájkot, hogyha tetszett, vagy iratkozzatok fel, és kövessétek az Escape from Tarkov Hungary Facebook oldalt. Sziasztok!